Na, szép jó estét mindenkinek. A beígért Star Citizennel ellentétben ma este ismételtem PUBG lesz. Majd nézzük, hogy ez így működik-e. Ugye ma beléptem egy kicsit a Star Citizenbe, játszottam egy olyan negyed órát, és tudom, hogy jó voltam, hogy kell ez nekem. Tehát így, ja, annyira annyira nem jött be. Twitch-el még mindig nem tudom össze. A statisztikát akarom megnézni, hogy tegnap. A Play 4, kijön 4, 9. Headshots 1. Most kills Oké. Jó, menjünk vissza. Szóval kezdtem el mondani, hogy elkezdtem én nézni a Star Citizen-t, jobban mondva bementem, és elkezdtem vele játszani, de aztán hát így nem igazán jött össze. Úgyhogy marad a PUBG EU Server szólóban, és meglátjuk, hogy mennyire fog működni a dolog. Ami még változott a tegnapihoz képest, hogy ahogy visszanéztem a streamet, úgy láttam, hogy sokszor elcsúszott a kép, vagyis hát a hang késett a képhez képest. Ez az Avermedia kártyának a hibája, vagy hát nem is a kártyának feltétlenül, hanem a driveré vagy a kódeké, nem tudom. Úgyhogy most átraktam úgy a streamet, hogy a videókártyát használjam. Úgyhogy meglátjuk, hogy így is meg lesznek-e azok a problémák, amik fönnálltak. Például az, hogy gurgulázik-e a hang, mert ugye a mikrofon hangja az elég szar volt, úgymond. Én ezt is egyébként annak tudom be, hogy na ez most olyan kifagyott, vagy mi van? Nem. Itt volt egy kis lag. Kicsit nagy lag van. Ez így vicces lesz, ezt csinálja egyébként játék közben is. Tehát az tetszeni fog. Hát mindegy, majd látjuk. Aha, a repülőtérre mindenki be fog ugrani. Hát ugyanezt csinálja most is, egyszerű. Megnézem magamnak a repülőteret, de legalább hárman jönnek még ide, inkább négyen. Úgyhogy én inkább azt a helyet tudom itt be inkább. Elsőd magától megy hozzá, jól van. Tehát egy kiáltsa vagyok, igen, hogy mennyire fog ez a dolog működni, de egyébként simán lehet, hogy mire leérek, le is lőnek, mondjuk aki oda ment a repülőtérre. De jó, hogy öten vagy hatan szállnak le, nagyszerű lesz. Szóval azt akartam mondani, hogy a mikrofonnak ez a gurgulázó buborékonok hangja, ez megint csak szerintem a Avermedia kódolónak a problémája volt. Úgyhogy remélem, ma is az NBN-kel ezek a problémák megoldódnak. Az biztos, hogy rettenetesen használja a processzor tagjába. Úgyhogy nem mertem nyolc szíva a QuickSync kódolóra rakni. Sokkal inkább úgy vagyok vele, hogy jobb lesz ez így a NBN-kes kódolóval. Próbálom közben figyelni a streamet, meg hogyha esetleg van hozzászólás, azt is. De F, na már, oké. Mit van? Back level
Magicink jó lesz. Kiderül a Cobalt Plants, Black Batman. Hidra, ha meg ilyenek jó, nem? Ezzel van, nem értem, hogy most miért nyomkodja ennyire, vagy miért tolja ennyire ezért. Látjátok, most nagyon azt akarja, hogy a kontrollert használja, pedig én annyira nem szeretném. Level 1-es backpack. Bandage scale. Level 1-es backpack. Ugye ez elég random egyébként, hogy mikor van, legalábbis én úgy tudom. És valahol már lövöldöznek is, ahogy hol van. First aid a scale. Az se rossz. Hol van, de megijedtem. A tükörképemtől. Nem az. Azt kell megnézni, hogy mennyit kell menni. Hát jó. Egy fél percet lehet szarapodni a lútonással. Aztán utána takarodni kell. Smoke grenade, baseball hat, nem? Az a házban volt. Ugye szólóban játszik bárki, aki megmozdul, le kell lőni kész. Most is meg volt. Jó, jó, jó. Hopp, police vest. Az addig nem volt. Jó. Nagy a ház, basszus. Vagy ha fölmegyek az emeletre, akkor fog beírni a körbe. Szerintem. Most level 3-as van rajtam. Mindegy, próbált megérni, hát ha van valami fegyó. Ó, így meg főleg, hogy nyitott. Az igen. A shotgunom már van. Ez mi az? Oké, és mi a faszon arra, akkor rá 8-szoros szkópot, ne idegesíts. Na jó, most viszont más púri van. Ja, tényleg menjünk, mert szokás lesz. Azt elbasztom. Elbasztom az időt a lootolásra. A legrosszabb esetben is 5-7 leszek. A kék kör. Nem, mondjuk most indult el a kék kör, tehát annyira nincs gond.
Talán annyira nem lesz gond. Ott egy bugi. Ha jól látom. És akkor így viszont már tényleg nincs gáz. De nem oda a fasz, oda. Drive. Volt még egy autó, tehát erre nagyon nem jött senki ezek szerint. Még egy autó. Totálszal irány van meg szerintem, de mindjárt meglátjuk. Eddig már biztos vagyok. Valaki motorra. Baszom. Baszki, ezt mondjuk el kell töltöni a picsába. Hát, hogy még nem érti senki. Viszont a hídon majd mindenképpen át kell menni. Vagy keresni kell majd egy izit. Keresni kell majd egy csomagot, ami átvisz. Egy kettes esetőség. Valószínűleg úgy fog szűkülni a kör, hogy át kell menni a vizem. Gyert!
bombázás is, ahogy hallom még. És elvitték a bugit is legalább. Igen, meg valahol nem. Jó van. Visszafelé, jó. Tudja, hogy valaki foglalni fogja ide. Azt ott is egy izé, bugi. Töltéseknél olyan fritzen a gép. Remélem a benzinkútról nem lő le senki. Viszont már vannak, mert itt állt egy bugi az úton. Már nem kéne nyomokat hagyni. Jobb híján. Erre nem lehet izet rakni. Azt fel lehetett rá. Faszom. Félre nem nagyon lehet semmit rakni. De jók az ilyen lagok. Ez a legjobb, akkor így logol. Kárcsoljuk, hogy jön a valaki. Valahol. Kább ide állok, és utána lőnek hátba. Itt egy ünne valaki. Milyen értesítés van. Jaj. Blizzardnak valami Gamescom-os izé.
Jó van, nem jött senki ellen. Sokat nem kell venni. Dancelite-ot fel lehet tenni. Mindjárt jobbnak tűnik a dolog. Jó, hát az van, hogy nem nagyon van idő finomkodni már megint. Hát ugye viszonylag közelre megyünk be. Simán oldalba lőhetnélek most bárhonnan. Elbasztam. Azt hittem, hogy itt majd be lehet mászni. Színben vagyunk. Körülbelül. Ú, de beszaggatott a live basszus. Sőt, most meg is állt, ahogy nézem. Nagyszerű. Jó van. Mondjuk UNP-vel távolra lőni, hát sok értelme nincs, nem? Na, most fogok megpusztulni szerintem. Most csak közben egy ismerős írt. Deretekül akad.
kockával, hát mondjuk sok esélyem nem lett volna. Ahogy. De miért rajzolt nyomkodod? Egy A-val is kimeheted. De nem tudom, miért ennyire rajzolt akarja. Lehet, hogy ez is az a játék lesz, amit majd csak a izével tudok rendesen streamelni. Sárral. Egyébként látom, hogy néztek párak, csak az előnézet akadt a streamnek, mert tényleg ilyen tré volt. Már nekem fixen 60 FPS-en ment végig, kivéve ezeket a lagokat. Azért, hogy nézem ezeknél a lagoknál, a játék is rettentő módba akadt. És ezt ugye annyira nem élem. Közben nem tudom átállítani az kódolást. És a 100%-on van a GPU ráadásul. Aha. Ez úgy jól hangzik. Akkor nézzük, miből lehet kilépni. Hogy mi az, hogy 100%-ra használja a vizet. Mert ez így nem tetszik. És mi használja ennyire a processzort egyébként? Processzor használat visszament 48-ra, ezt megoldottuk. De a GPU mindig 100%-on van, és ez így tré. Ugye most kiléptem az X1-be, és az X1-ben mutatja, hogy GPU 100%-os terhelésen van. Na, egy pillanat. Ja, csak a bitrát el tudom állítani. Viszont az van, hogy egy pillanatra állítom.